Sziasztok, itt vagyok a nappaliban, és azért ülök itt len most, mert a sminkkollekciómat szeretném nektek ma megmutatni, és azt itt tárolom a nappaliban. Úgyhogy igen, a mai videóval megnézzük, hogy hogyan tárolom, és nagyjából végigmegyünk rajta, hát igyekeztem mindent megmutatni nektek, hogy milyen sminktermékek találtok most az én kis kollekciómba. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok erre, akkor mindenképp tartsatok ma velem. De még mielőtt elkezdenék ezt a mai videót, nagyon-nagyon hálás lennék, hogyha feliratkoznál a csatornámra, ha úgy vagy itt és még nem tetted meg. Természetesen, ha pedig már fel vagy iratkozva, akkor ne felejtsetek el követni Instagramon sem, és hogyha tetszik ez a videó, akkor mindenképp jelezzétek felém egy lájkkal, és nyugodtan írjátok meg kommentben, hogy milyen videót látnátok tőlem szívesen. És szerintem vágjunk is bele a videóba, mert nagyon hosszú lesz. Nos, hát akkor nézzük is. Én jelenleg a nappali bútorban tárolom a sminkjeimet, és ez a három kis polc áll rendelkezésemre. Egyébként ebbe a pakban négy polc van. A felső az ilyen vegyes, ott abban a kis dobozban ilyen hajbavalók vannak, az pedig egy laptop hűtő végül is, vagy hát azt hiszem ez a neve, de lényegében véve én itt tárolom a sminkjeimet. Itt a felső polcon vannak az ecseteim, ebben ilyen kis mindennapi dolgok vannak, amit rendszeresen használok, a tükröm, illetve ez egy ilyen mindenes, de végig fogjuk nézni részletesen, csak most így előjáróban akarom ezt így mondani nektek. Itt ilyen alapozók, púderek, kontúrpaletták, pirosítópaletták, highlighterpaletták vannak. Ez itt nét menni fog. Ez abszolút kuka, ez nagyon-nagyon régi, ez még egy ilyen sminkes dobozban volt, de a barna részét még tudnám használni szemöldökre, de nagyon-nagyon vöröses ilyen altónusa van, és nagyon-nagyon előtt a szemöldökömtől. Fekete szemceruzát pedig nem nagyon használok, illetve van másik is, ez pedig már be is száradt, úgyhogy ennek mennie kell. Ezekről is fogunk beszélni majd. Itt alul pedig a palettáim vannak, illetve a fixáló sprayim, illetve a primereim, és szerintem én itt fogom kezdeni itt alul a palettákkal, mert hogy az utolsó sminkkollekciós videó óta, hát ez nőtt a legnagyobbat. Nem is fér bele az összes egyébként ebbe a tárolóba, úgyhogy azt gyorsan elmondanám, hogy itt van egy Revolution paletta, egy Friends kiadásos, ugye én erre nagyon-nagyon vágytam, és hát gyakorlatilag ez volt az első drága paletta, amit én magamnak valaha vettem. Ez így néz ki. Nem is sokat használtam, de nem fogok tőle megválni. Egyébként itt már egyetlen palettától sem szeretnék megválni egyelőre. Aztán ez egy ajándék volt egyikőtöktől. Mikor én ezt megláttam a csomagba, szó szerint sírva fakadtam. Nagyon-nagyon szeretem ezt a palettát. Mégis az elmúlt időben nem igazán készítettem szemsminkeket, úgyhogy nagyon-nagyon háttérbe szorult, pedig van benne pirosító, illetve bronzosító, kontúrozó szín is, és nagyon-nagyon szépen pigmentált. Ez egy nagyon-nagyon jó paletta a NYX-től. Aztán, hát igen, itt van még kettő paletta, ami nem fér bele ebbe a kis kosárba. Az egyik az a Kat Von D-nek ez a palettája, ezt ajándékba kaptam egyikötöktől. Ugye van két lányzó, akiktől igazából a csomagot szoktam elfogadni, ez nem titok. Az egyikőjüktől kaptam a NYX-es palettát, a másik lányzó pedig, nevet direkt nem szeretnék említeni, mert nem tudom, hogy mondhatom-e, ő pedig rendszerint sminkeket szokott küldeni, nagyon-nagyon sokat, tehát döbbenet, és tőle van ez a paletta, ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt használtam már azóta. Aztán van itt még a Too Faced-nek ez a Chocolate Bonbons palettája, hát ez fantasztikus, tehát abszolút színeiben én vagyok, ez a rózsaszínes, barnás, neutrálisabb vonal, én ezeket nagyon-nagyon szeretem. Hát néha is szoktam olyan csinálni, amikor így sminkelgetek, hogy megnézegetem ezeket a palettákat, mert nekem szürreális, hogy így a kollekciómban vannak. Na hát aztán menjünk tovább a szürreálisnak a szürreálisával, mert hogy ez a három itt, ez hát ez Anastasia Beverly Hills, remélem jól ejtem, ne kövezzetek meg. Három palettát is küldött nekem ez a leányzó, egyébként egy-két szín van belőle kipróbálva, szóval olyan, mintha zsírúj lenne. Az egyik a Prism, ez egy ilyen zöldesebb, téglásabb, hát van benne neonosabb árnyalat is, ez egy ilyen élénkebb paletta végül is. Aztán itt van a Subculture, ami ugye egy időben nagyon-nagyon népszerű paletta volt, ez már neutrálisabb, kicsit sötétebb színekkel, de nagyon-nagyon szeretem. Össze nagyon szeretem az ilyen színeket egyébként.
És hát az abszolút kívánság lista, ami nekem egy nagyon nagy vágyam volt, ez a modern reneszánsz. Azt hiszem, nem kell mondanom, hogy miért, tehát, hogy ez az a paletta, ami abszolút én vagyok. Nagyon-nagyon szeretem mind a hármat. A modern reneszánsz az ilyen állandó paletta lenne, ez a kettő pedig igazából a tökéletes őszi-téli paletta, imádom őket. Aztán szintén egy nagyon nagy kedvenc Essence Spice It Up paletta. Régebben nagyon-nagyon sokat használtam, rengeteg videóban is benn volt, mai napig egyébként, szeretem. Aztán a Rival Loves Me-nek az Into the Jungle palettája, ami ugye nyereményjátékban is szerepelt, egyet kisorsoltam köztetek. Eleinte nem igazán szerettem, aztán megszerettem, és töretlen a szerelem, bár ugye, ahogy említettem, már nem igazán készítek mostanában ilyen extra szemsminkeket, lehet, hogy kellene. Aztán egy régi nagy kedvenc, ez a Revolution-nek a, mindjárt mondom nektek, a Reloaded Velvet Rose álnyalatú palettája. Ennek nagyon-nagyon örültem, amikor meg tudtam magamnak venni. Aztán Catrice Pro paletta, ez a 0-10-es Courageous Beauty nevezetű kis paletta, ugye ebből is már rengeteg árnyalat van. Aztán itt van a NARS-nak az Orgasm palettája, ez egy 6-os paletta, gyönyörű, szép ilyen rose gold, hát ahogy a dobozza is mutatja, ilyen rózsaszínes, rose goldos árnyalatokkal. Aztán egy Essence-es paletta, Jurassic World-ös. Na most ez érdekesség, hogy én ezt ajándékba kaptam, és nem tudhatta helyzet, hogy én amúgy imádom a Jurassic World-ot, mármint a filmeket. Az összeset láttam, a régit is, az újakat is, és nagyon-nagyon örültem ennek a palettának egyébként. Ez a két zöld itt felül, ez szó szerint beszél hozzám azóta, de még nem jutottam odáig, hogy kipróbáljam, úgyhogy ha valamelyik palettára kíváncsiak vagytok, akkor nyugodtan írjátok meg, hogy melyikkel készítsek videót. Van egy olyan ötlet a fejemben, hogy nagyon szívesen csinálnék egy olyan sorozatot, hogy így minden hónapra kiválasztunk egy palettát, és akkor csak azt a palettát használom abban a hónapban, és akkor a végén csinálunk egy ilyen összegző videót, és megmutatom, hogy milyen sminkeket készítettem, hogy miért azt készítettem, hányszor sikerült használnom, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok egy ilyen sorozatra, nyugodtan írjátok meg, és akkor szerintem ezt el is kezdjük hamarosan. Aztán itt van az Essence-nek a Coffee to Go palettája, ezt is ajándékba kaptam, ez egy tökéletes hétköznapi basic paletta, tudtok játszani a színekkel, hogy tényleg, ha csak esetleg matot szeretnétek, akkor igazából 4 mat van benne, 4 fényes, tudtok vele játszani, hogy mikor melyiket szeretnétek használni, picit feldobni, esetleg fényessel, akkor arra is van lehetőség, vagy ha inkább mattosabb árnyalatokat szeretnétek hétköznapokra, úgyhogy az egy tökéletes paletta. Akkor itt van a Lovely-nak a Miss Lily nevezetű palettája, amit én ugye nagyon-nagyon szerettem, ő is szerepelt smink videóba. Másik kedvencem ez a Catrice-nek a Bronze Way to Panama kollekciójából van. Nagyon-nagyon imádom ezt a kollekciót egyébként, jaj, majdnem kivakítottam a titeket. Ez a türkisz középen, ez szó szerint él és beszél, ez, úgyhogy imádom ezt a palettát. Ami szerepelt a 2022-es kedvencekben, ugye ez a Dior-nak ez az 5-ös kis palettája, tökéletes, imádom, ez egy hatalmas nagy szerelem egyébként, mióta megvan. Aztán itt van nekem az Essence Pumpkins Pretty Please. Jól mondtam? Pumpkins Pretty Please, igen. Tökéletes őszi tényleg, tehát ezekkel a narancsos, bordós, aranyfényes színekkel, ez nagyon-nagyon szép. És ugye én nagyon-nagyon szeretem az ilyen színeket egyébként, tehát ugye ezt is tudja a leányzó, aki küldte nekem, mert hogy a következő paletta, na hát ő aztán nagyon-nagyon sokat, menj vissza kérlek, tehát ő nagyon-nagyon sokat szerepelt videókba, kedvences videókban, mindenhol, mert ugye ez a Lovely-nak a Surprise Me palettája, mai napig megvan, imádom, szeretem, tehát hogy ez egy szerelem paletta, tehát láthatjátok, hogy melyik színeket használtam a legtöbbet. Nagyon-nagyon bánom, hogy a többi árnyalatot nem próbáltam ki belőle, mármint hogy én nem vettem meg, de ez egy abszolút kedvenc. Aztán itt van a Huda-nak a Coral Obsession nevezett palettája. Ez színekben egyébként nagyon hasonlít a Lovely-nak a Surprise Me, illetve az Essence-es kis palettára, amit előtte mutattam, a Pumpkins Please
Pretty Please palettához, annyi, hogy ebben nincsenek sötétebb árnyalatok, ez abszolút tényleg a legsötétebb, a legdípebb ez a barnás korallos árnyalat, nagyon-nagyon szép, tökéletes nyári, tavaszi paletta. És itt van még a Catrice-nek a Caviar Coach, nem tudom, hogy kell kiejteni azt a szót, és szerintem egyébként nem is fogom tudni kinyitni ezt a palettát. Egyébként ez egy 4-es kis quattro, nagyon-nagyon szép ilyen, hát mindjárt megpróbálom kinyitni. Szerintetek sikerülni fog? Ó, sikerült, de jó. Szóval ez egy ilyen kis quattro, ami tényleg abszolút tök jó kombinálható szerintem ez a paletta az Essence-nek azzal a kis Café to Go nevezeti palettája, vagy hétköznapokra. Ha ez a kettő megvan nektek, akkor megvan a tökéletes hétköznapi smink belőle. És palettából igazából ennyi lenne, ami ott van, és illetve még ezek. Itt már csak primerek lesznek, hát bárhonnan is nézem, igen, itt primerek lesznek. Van itt néhány MAC primer, ilyen kis minta, én ezeket nagyon-nagyon szeretem. Az egyik, ja nem, ez Fix Plus, bocsánat, elnézést kérek, van itt egy MAC Mini Fix Plus. Ugye nekem ebből megvan a közepes méret, akkor ezek szerint ebből van ilyen három. Tehát van a full size, ez a picike ilyen utazós, meg van a még picikébb utazós. Ez tök jó. Szóval ez is megvan nekem, de visszatérve, van itt egy ilyen Studio Radiance nevezetű kis, hát ez igazából ilyen hidratáló, fényesítő, mármint, hogy ilyen fényesebb hatáskölcsönző primer. Ezt én azt hiszem nem próbáltam. Illetve itt van még ugye ez a Prep and Prime nevezettű kis primere, ami nekem egyszer már megvolt egyébként ilyen mintában, és én nagyon-nagyon szerettem, ezt is nagyon-nagyon szeretem, csak spórolok vele. Az abszolút kedvenc, ami ugye szerepelt a tavalyi kedvences videóba is, vagy hát az éves kedvencekbe, az a Rival Labs Minek a Matte and Poreless nevezettű primerje. Amit megvettem régen, de nem nagyon használtam, ez nagyon nagy hype volt körülötte, talán egyébként azért is szorult nálam háttérbe, mert ami túl van hype-olva nálam, azt általában én nem igazán szoktam szeretni. Ez a Catrice-nek ez a 10-es, ilyen 10 jóságot ígérő kis primerje, egyszer próbáltam, lehet, hogy vissza kéne hozzá térni. Aztán itt van még a NYX-nek a Honey nevezetű primerje, amiben ilyen kis oronycsillámok vannak. Ezt szerettem egyébként, picit ragacsos, de összességében szerettem, viszont ezt próbálom egyébként most elhasználni, ez sem titok. Aztán, ami még primer, a Vibónak a Unicorn Tears nevezetű kis primerje. Ez egyébként tök fancy, meg jó, meg minden. Semmi extra nincs benne egyébként, de így egyszer kipróbálni tök jó. És ami még van itt, ugye említettem, hogy itt van a MAC-nek a Fix Plus-a. Aztán a Catrice-nek a Prime and Fine nevezetű Multitalent Fixing Sprayből még van itt egy kevés, egy talán egy fújásnyi, ezt érdemes lenne elhasználni a következő sminkelésnél. Illetve a NYX-nek a Matte Finish Fini Matte nevezetű Long Lasting fixáló spraye, imádom, szeretem. És van itt még kettő ilyen kis alapozó minta, az egyik az egy Lancôme-os, a másik pedig egy Forever. Ja, Dior Forever, elnézést kérek. A Dior Forever rengeteg jót hallottam már. Nem tudom, hogy ez színbe passzolná nekem, mindenképpen ki fogom próbálni. Jó tudni, hogy ezek is itt vannak. És igazából az első pakba ennyi minden lett volna. Kivettem a következő kis kosarat is. Itt még maradt egyébként egy ilyen Douglas-es hajmaszk, ami nem tudom, hogy miért itt van. Feltétlenül egyébként azért nem használtam el, mert hogy én nagyon-nagyon szeretem a hajmaszkokat. Ha a fürdőben lenne, több eséllyel elhasználtam volna már, úgyhogy ezt be is teszem most a videó után a fürdőbe, és akkor a következő hajmosásnál el tudom használni, úgyhogy ez itt volt mellette. És akkor nézzük is, hogy itt mik vannak. Hát ugye itt hátul van egy Technique nevezetű, mármint a márkája az, hogy Technique, ez a Color Fix Blush Palette, ez azt hiszem, hol videóba is szerepelt már. Nem sokat használom, hogy őszinte legyek, pedig nagyon szép színei vannak, abszolút vannak benne ilyen természetesebb színek is. Nem fogom tudni egy kézzel visszarakni. Aztán ugye itt van még az ikonikus Rival Labs Me Megatined Paletta. Imádtam, szerettem, egyébként mai napig imádom, szeretem, mert nem tudnék megválni.
Ami még van itt, az a Catrice-nek ez a három lépéses kontúr palettája. Ebben van egy kontúrozószín, egy bronzosító és egy szem alatti highlighter púder igazából, tehát hogy nem úgy highlighter, hogy ilyen csillámos, fényes, ezt is nagyon-nagyon szeretem. Aztán az Oriflame-nek van itt még a The One nevezetű kis hármas, mindjárt sikerül megmutatnom, kontúrozó palettája. Ebben volt egy kontúrszín, egy ilyen highlighter és egy mi ez, pirosító. Hát a highlighter az annyira nem fényes, belső szemzugban egyébként tökéletes, vagy szemöldök csontra. Magára ide az arccsontra nem ajánlanám, mert annyira nem látszik. A pirosító pedig engem abszolút sápaszt, azért nem használom. A kontúrszín viszont még a mély tévonalban tökéletesen el tudom használni. Ez egy Essence-es Glow to Go nevezetű kis highlighter paletta. Én imádtam, szerettem, ez egy, vagy hát most is szeretem igazából. Ez a 10-es Sunkist Glow nevezetű kis paletta, ahogy láthatjátok, rengeteget használtam régebben. Na most ezt megpróbálom visszarakni ide. Egy kézzel felvenni egy ilyen sminkkollekciós videót nem annyira kifizetődő, nem biztos, hogy én ezt annyira jól átgondoltam, mint ahogy én azt át akartam. Na, menjünk is tovább. Ez igazából egy MAC-es Prep and Prime nevezetű kis szemhéj puder bázis. Igen, ezt nyáron kaptam születésnapomra, emlékszem rá, még nem nagyon próbáltam. Én valahogyan a korrektorra esküszöm, de egyébként ki fogom próbálni természetesen. Lehetséges, hogy át kéne nézni most mi kollekciómat, és többet próbálkoznom így, pláne videóban esetleg. Aztán itt van a Catrice-nek a True Skin nevezetű alapozója. A kedvences videóban szerepelt az Essence-nek a Stay All Day 16 órás alapozója, illetve van itt egy ilyen színezett hidratáló krém a Catrice-től. Ezt nyáron nagyon-nagyon szeretem, könnyű viselet, viszont egyetlen problémája van, hogy iszonyatosan erősen össze kell rázni, mert hogy szétválik egyszerűen, tehát már az első használatnál is így volt. Lehetséges, hogy én rosszat vettem? Nem tudom, mert önmagába véve nem okozott irritációt a bőrömön, de nem is, nem tudom, tehát hogy fura, hogy ennyire elválik a két anyag, na mindegy. Van itt len egy bronzosító, ez a Lovely-nak a Dark Chocolate nevezetű kis bronzosítója, egy Revolution-ös púder, baking powder, elnézést kérek, nem ugyanaz. Aztán ott van a NYX-nek a Sweet Cheeks nevezetű pirosítója, felette a Rival Labs minek ez a Rouge powder-je, egy ilyen teljesen no-name pirosító, illetve egy Revolution-ös pirosító, aminek konkrétan annyi a neve, hogy Blusher. Semmi más. Teljesen jók vagyunk. Aztán itt van a Chanel-nek ez a Less Beiges nevezetű krém bronzosítója. Szerelem, tehát hogy szerelem. Tehát ha egyetlen terméket kikéne én emelnem, akkor az az lenne. Illetve a Dior-nak a Backstage nevezetű Face and Body Powder, No Powder-je. Ezt is nagyon-nagyon szeretem, de mivel ez egy magasabb árfekvésű termék, értelemszerűen nem ez lesz a mindennapi púderem. Aztán a NYX-nek a Brown to Glow nevezetű egyik kis ilyen duo highlightere, valamint az Essence-nek a Jurassic World-ös 01-es Extra Crispy nevezetű highlightere. Van itt egy Catrice-es, True Skin-es loose powder. Ezt egyébként szoktam szeretni, pláne mióta rájöttem, hogy hogyan kell használni, és hogy igazából ez nem egy matító puder, azóta még meg is barátkoztam vele. Van itt alul egy ilyen kis arcroller, egy ilyen masszírozó. Ugye nekem van egy, amit mindig elfelejtek használni, ez teljesen jól lesz tartalékba, illetve egy Carmex-es utánpótlás ajakbalzsamból, mert hogy abból sosem elég. Kivettem ezt a kisebb tárolót is, és akkor nézzük végig. Ez egy mindenes igazából, ez az első pakit rögtön. Itt van ilyen három kis matúzs mintám. Ugye nekem egyedül a Velvet Teddy van meg, ami ugye ez az első. És őszinte leszek veletek, ez a mokka, ez vagy mocha, nem tudom, ez szerintem amúgy inkább mokkának kéne ejteni. Ez nagyon-nagyon izgatja a fantáziámat. Mert szerintem nekem ezek a barackosabb tónusú rúzsok mindig is jobban álltak, így összehasonlítva a Velvet Teddy-vel, a Velvet Teddy az egy rózsaszínesebb undertone-t kapott, az a mokka pedig egy barackosabbat.
A hug me az nekem egy picit így kiesik a komfortzónában, én ezeket a sötétebbeket nem szeretem, de ez nagyon-nagyon izgatja a fantáziámat, úgyhogy ez ilyen különlegesebb alkalmakra van ide rakva. Igazából különleges alkalom alatt azt értem, hogy nem sokára lesz a házasság évfordulónk, és arra gondoltam, hogy ezt akkor szeretném használni. Van itt egy ilyen ősrégi baglyos körömreszelő, van itt egy Dior parfüm minta, amit már elhasználtam, és ez azért van itt, mert hogy én ezt nagyon-nagyon szeretném magamnak megvenni, de megnéztem az árát ennek a kis parfümnek, és azt hiszem a 30 millis kerül 26-7 ezerbe, ami brutálisan drága, de annyira nagyon jó illata van, és mindenki megdicsérte, amikor ez volt rajtam. Két fújás elég volt, szerintem egy hónapig használtam ezt a pici mintát, ami, nem akarok hülyeséget mondani, nincs rajta, hogy hány millis, de szerintem egy hónapig használtam, és mindenki megdicsérte, és mindenki megkérdezte, hogy milyen parfüm van rajtam, úgyhogy ez egy hatalmas wishlistes parfüm nekem, úgyhogy azért tartogatom itt, illetve van itt kettő szemceruza, ajakceruza hegyező. Ebben a kis pakban vannak a szemöldökre való termékeim, van ott egy Catrice-es duo, egy ilyen pomádé, illetve kettő Revolution-ös, ez egy wax, amit a kezembe tartok, illetve egy szemöldök zselé. Itt ebben a kis pakban van az összes tusom, szemceruzám, igazából két szemtusom van, mindegyik Catrice-es, ha jól látom, vagy hát egy ilyen eyeliner. Igen, az szemhétus. Illetve van itt egy Revolution-ös fekete szemceruza, ez talán Essence. Nem, ez egy No Name fehér szemceruza, ez pedig képzeljétek el, egy Miss Sporty nevezetű kis fekete szemceruza. Itt ilyen korrektorok vannak, szemhéjbázisok, mindjárt mutatom nektek, hogy van itt egy Maybelline-es korrektor, amit újra vettem, egy NYX-es HD, ami színbe sötét, de ezzel a Catrice-es kamuflás korrektor a keverbe tökéletes, mert hogy ez meg világos. Ez egy szemhéjpuderbázis, ez pedig a NYX-nek egy ilyen glitter alá feltehető kis bázissal, glitter primer igazából. Nem igazán próbáltam még. Én azt hittem, hogy ez sima szemhéj puderbázis, de kiderült, hogy nem, úgyhogy ezért sem használtam. És hát itt van az összes rúzsom, folyékony rúzsom, szájfényem, ajakkontúr ceruzám. Van itt egy Maybelline-es Superstay matte folyékony rúzs. Van itt egy Catrice-es hát ez, tudjátok, ami picit így csipi az ajkaidat, és akkor, mintha így dúsabb lenne, vagy hát ilyen hamis ajakfeltöltést imitáló szájfény. Egy időben ez nagyon nagy divat volt. A Maybelline-nek a Lifter Glass-t nevezetük is szájfénye, ezt nagyon-nagyon szeretem, imádom. Van itt kettő Revolution-es szájfény, szintén nagy szerelem, van egy ilyen rózsaszín, meg egy nude, és ennek a kettőnek van itt egyébként a rúzsa is valahol, megpróbálom elmutatni. Igen, ez az egyik a rúzs, ez a nude-osabb. Itt mellette egyébként a mellette lévő a rózsaszín, hát ezt jól összeraktam, erre nem is figyeltem, szóval ott volt a két rúzs. Van itt egy Essence-es, egy ilyen extra matt rúzs, hát ugye az is a neve, hogy mat, kreatív, na mindegy. Van itt egy, elvileg ez egy NYX-es, igen, ez egy NYX-es piros rúzs. Ennek nagyon-nagyon krémes állaga van, ez miatt össze-vissza mászkál, nem nagyon szoktam szeretni, ellenben ezzel a Maybelline-essel az ott marad. Van itt egy szintén Essence-es ilyen, hát ez a 08-as, Internal Beauty nevezetű ikonikus rúzs, mert hogy én erről rengeteget beszéltem már. Egy átlátszó szájfény, sose lehet tudni, mikor jön jól. Egy pinkpandás, saját márkás szájfény rózsaszín. Ez nagyon-nagyon brutál rózsaszín egyébként. Akkor itt van a kettő szintén nálam ikonikusnak számító Essence-es Colorboost nevezetű kis, hát ez liquid lipstick gyakorlatilag, de nem ez a szárazós, hanem ez a kis
fényesen maradó kis folyékony szájfény. Nagyon-nagyon szeretem. És hogyha jól látom, akkor már csak szájkontúr ceruzák maradtak. Van itt egy ilyen Revolution, ugye ez ilyen több szint tartalmazó. Van itt ez, azt hiszem egyébként, hogy egy hatalmas nagy kollekcióba jött anno. Van itt három ilyen AliExpress-es, vises, nem tudom, egy ilyen barackos, egy rózsaszínes, és egy piros, valamint van itt egy ilyen Revolution Nude árnyalatú szájkontúr ceruza, illetve van itt egy ilyen dupla végű, ami egy régi sminkdobozban volt még, és ebbe a kis tárolóba ennyi minden lenne. A kis tárolva előtt van ez a kis Rival Loves Me púderem, ugye, amit én nagyon-nagyon szeretek, illetve egy Revolution-ös highlighter, ami ugye mindennapokra tökéletes. Ez nem azért van itt, mert nem fér bele ebbe, hanem azért, mert ezt így hétvégente szoktam csak használni. Ebbe a kis tárolóba, amit kivettem, ezt a tárolót is egyébként ajándékba kaptam nyáron egy leányzótól. Ő küldött nekem egy hatalmas pakkot táskákkal, meg ruhával, és abba volt benne, és én nagyon-nagyon szeretem. Először a nyaraláson használtam, aztán rájöttem, hogy tök jó kis kompakt, mert beleférnek így a mindennapi sminkjeim. És ebbe van a Physicians Formula-nak a Butter Bronzerja, egy 2x-es kamuflás highlighter, egy Maybelline Fit Me Puder, ez a kis Opfra Mono szemhéjpuder, van itt három szemöldökre való termék, kettőt láthattatok már nagyon sokszor, ez pedig egy viszonylag új szerzemény nekem, ez a Catrice-nek egy szemöldök filce igazából, két szempillaspirál van benne, ez a két szempillaspirál van összesen egyébként, egy Avon Rouge, amit én nagyon szeretek, és legtöbbször ezt használom, a másik a MAC-nek a Velvet Teddy-je, ezt a kettőt szoktam felváltva használni, illetve most bekerült ide a Rival Loves Me-nek ez a kontúr stickje. Az egyik fele kontúrozó, a másik az korrektor. Én most a korrektoros része miatt használom igazából, mert hogy van néhány nagyobb pattanásom, menstruáció miatt jött elő, és azt tökéletesen elfedik. Úgyhogy ebbe a kicsikébe ez volt, és igazából itt van még ez a kis tükör. Sziasztok! Illetve kettő kis ilyen tárolóban, ilyen körveres tárolóban vannak az ecseteim. Hát ezeket használom minden nap, ezt a pár darabot, és ott van igazából a többi kis ecsetem. És nagyjából az én smink kollekcióm az igazából ennyi lett volna. Ezek mennek, ez egy nagyon-nagyon régi beauty blender, még egy ilyen mystery boxban volt benne, de abszolút nem a legjobb minőségű. Nedvesen, szárazon sem jó, úgyhogy abszolút elnyeli az egész alapozót, meg bármit, amit így megpróbálna vele eloszlatni, úgyhogy nem igazán jó. Ezek pedig nem az én színeim egész egyszerűen, úgyhogy nem tudom, hogy mit csináljak vele, mert ez egyszer volt használva, az talán kétszer, az pedig egyetlen egyszer sem, úgyhogy nem tudom, hogy velük mit fogok kezdeni, de összességében véve az én kis smink kollekcióm az ennyi lett volna. És hát ennyi is lettem volna mára, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, nekem nagyon-nagyon sokat jelent, és ahogy említettem nektek a palettás mutogatós résznél, ha van kedvetek, írjátok meg, hogy melyik palettát látnátok szívesen. Én tényleg szeretném elindítani ezt a sorozatot, de ehhez kellettek ti is, mert nem szeretnék olyan palettáról, vagy nem szeretnék úgy ámblok semmi arról beszélni, amire ti nem vagytok kíváncsiak, úgyhogy nyugodtan írjátok meg, hogy melyik palettáról hallanátok szívesen. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, remélem, hogy találkozunk a következő videómban is, addig is legyen csoda szép napotok. Sziasztok!